Köszöntöm nézőinket! A következő percekben a Szekszárdi Szakképzési Centrum pályaválasztási kínálatával ismerkedhetnek meg. Megújul a szakképzés. Technikum, a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Szakképzőiskola, a szakmád mestere leszel. 3 éves képzés, az első évben ágazati ismereteket szerzel, 9. évfolyam után választhatsz szakmát, a szakképzőiskolából 9. után a technikumba is átmehetsz. 10. és 11. osztályban duális képzés, vállalatoknál, vállalkozóknál tanulhatsz. Ösztöndíj mindenkinek, aki a szakképzésben tanul. A szakképzés a jövő lehetősége, évelete is. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola és Kollégium strandja előtt állunk, Juhász Gáborral beszélgetünk. Milyen képzési formákkal várják az ide tanulókat? Ebben a tanévben, és induló tanévben a megújult új szakképzési formákban várjuk a tanulóinkat, tehát a technikumban és a szakképzőiskolai osztályokban fognak majd tudni tanulni a 2020-as tanévtől a tanulók. Ez a két új képzési forma, ez ráépül a régiekre, de alapvetően megújult tartalmakkal és egy kicsit megújult formával várjuk a diákokat. Mindegyik ágazatban, ami eddig nálunk működött, ugyanúgy várjuk a diákokat technikumban. A technikumnak a képzési formája az 5 éves képzési formára alakult át, ami alapvető lehetőségeket és új esélyeket ad a nálunk tanulóknak arra, hogy nem csak érettségvizsgát szerezzenek, hanem egyből a technikus végzettséget is megszerezik ebben az 5 évben. A rendszer átjárható a korábbival szemben, ez azt jelenti, hogy 10. évvégén az ágazati alapvizsga után a tanulók eldönthetik azt, hogy hol folytatják a tanulmányaikat, hogy esetleg elmennek egy más iskolatípusba, nekünk nyilván célunk az, hogy ne ezt tegyék, nem folytassák a tanulmányokat, kiválasztják, milyen szakképzést szeretnének megszerezni, és 12. évvégén előrehozott érettségi vizsgát tesznek, 3 érettségi tantárgyból, magyarból, matematikából, történelemből, és az idegen nyelvű, illetve a technikus vizsgát pedig majd a 13. évben szerzik meg, ahol egyben lesz egy olyan érettségi bizonyítványuk, ahol igazándiból 4 tárgyból vizsgáztak, 5. tárgyként pedig a technikus vizsga emelt szintű érettségi tárgyként jelenik meg. Milyen ágazatokhoz jöhetnek hozzánk a diákok? Nyilván ez egy fontos kérdés. Mindegyikben, amiben eddig. Én külön kihangsúlyoznám azokat az ágazatokat, amik a modern tartalmak miatt a mai világban azt gondolom, hogy sokkal több esélyt jelentenek a boldoguláshoz, mint esetleg a korábbi világban. Itt az elektronikát, az informatikát, a gépészetet, a közlekedés gépészetet mindenképpen kiemelném, de természetesen várjuk a szépészet ágazatban is, a honvédelemben és a rendészetben a diákjainkat. Ezek mind-mind nagyon fontos szakok, azt gondolom. És mikor lesznek a nyílt napok? Mikor mehetnek el a diákok az intézményhez, hogy mindezeket lássák is? A technikus képzéseknek a nyílt napja az a pénteki napon, tehát november 15-én 8 és 13 óra között zajlik, illetve január 10-én ugyanaz az időpont áll rendelkezésére az érdeklődőknek természetesen. A mostani időpontban, tehát csütörtökön nyitott műhelyek zajlanak, ahol tanórákat látogathatnak meg az érdeklődő diákok, szüleik, illetve az iskolai csoportok. Én külön kiemelném a digitális közösségi alkotóműhelynek a létét, illetve a lehetőségét, amik az iskolában egy új lehetőséget adnak, és ez a szakképzési centrumnak is egy új lehetősége, hiszen ez lehetőséget ad arra, hogy a diákok pályaorientációját már az alsóbb évfolyamokon is megkönnyítse és megszerettesse a diákokkal a szakmákat, mert a szakképző iskolai osztályokban is van természetesen kínálatunk, ezek a hagyományos 3 éves szakmákat jelentik majd. Itt a karosszélilakatos, járműfényező, kőműves, villanyszerelő, GPS, CNC forgácsoló szakképesítések természetesen jelen vannak és működnek úgy, mint eddig is tették. A Szekszári Szakképzési Centrum Apácai Csere János középiskola standja előtt állunk, ahol Lőce Tiborral fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok! Az lenne az első kérdésünk, hogy milyen képzési formákkal várják az önökhöz érkező tanulni vágyó diákokat? Az új technikumi képzésen a 9. évfolyamos diákokat várjuk informatika, kereskedelem, rendészeti képzéssel, közlekedési képzéssel, és ezen kívül most új szakként indítottuk a pedagógia képzésünket. Ezek mind technikumi képzések lesznek, tehát 5 évvel kell számolni, van, aki hozzánk jön tanulni. És milyen feltételek vannak? Milyen pontozási rendszer? Van esetleg előzetes írásbeli vagy szóbeli felvételi is önöknél? Felvételi vizsga nincsen.
A rendészeti szakunkból szoktunk csinálni egy ilyen kis motivációs beszélgetést, illetve egy fizikai állapotfelmérést. Ha esetleg valaki vidékre jönne hozzánk, akkor nagyon jó kollégiumunk van, ezt is tudom ajánlani, úgyhogy van ilyen lehetőség is, hogy kollégista legyen valaki. És a kollégium még milyen felszereltséggel várja az odaérkezőket? A kollégiumunk most lett felújítva 4-5 éve, és nagyon jól felszerelt informatika teremmel, konditeremmel rendelkezik. A szobákhoz vizes blokkok tartoznak, és két tanulónként vannak szobánként egy reggelszállásolva. Esetleg meg lehet említeni, mikor lesznek nyílt napok, ahol várják a diákokat? A nyílt napjaink november 19-én és 26-án lesznek. A 26-ai nyílt napon van lehetőség óralátogatásra is. A 19-ei nyílt nap egy kicsit bővebb lenne, én ezt preferálnám inkább, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg, személyesen beszélgessenek a diákainkkal. Így lehet igazából objektív véleményt kialakítani, azt gondolom. És milyen a diák élet, mi jellemző az Apáczai Csele Jánosba a diák életet? Ezt igazából a diákok tudják megmondani, én azt gondolom, hogy nagyon jó a tanárok-diákok közötti kapcsolat is, illetve nagyon sok színes rendezvényt szoktunk évente csinálni. Vannak külön apácai napok és a tradicionális rendezvényeink is, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég színes a diák élet. Megújul a szakképzés. Technikum, a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Szakképzőiskola, a szakmád mestere leszel. 3 éves képzés, az első évben ágazati ismereteket szerzel, 9. évfolyam után választhat szakmát, a szakképzőiskolából 9. után a technikumba is átmehetsz. 10. és 11. osztályban duális képzés, vállalatoknál, vállalkozóknál tanulhatsz. Ösztöndíj mindenkinek, aki a szakképzésben tanul. A szakképzés a jövő lehetősége, évelete is. A Szekszári Szakképzési Centrum Bezerényi István szakképző iskola pultjánál állunk, és Szabóné Kis Erzsébetet kérdezem, hogy milyen képzési formákkal várják az ideérkező tanulókat. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, és akik hallgatnak, látnak bennünket. A Bezerédi Szakképzőiskola kezdetektől fogva gazdasági képzéssel foglalkozik. A 2020-21-es tanévben is az általunk már régóta alkalmazott szakterületeket fogjuk kiemelten kezelni. Így a kereskedelem, a közgazdaság, az ügyvitel és a logisztika fog majd megjelenni a palettán, amelyekkel találkozhatnak majd az érdeklődők. A kereskedelem ágazatban a technikumi képzést és a szakképzőiskolai képzést is fogjuk majd kínálni. Ahogy már többen tudják, a technikus képzés az egy 5 éves képzési formát fog majd jelenteni. Az 5 év alatt érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget fog majd kapni a tanuló. A kereskedelmi ágazatban 2 területet szeretnénk majd kiemelten kezelni. Az egyik a kereskedelmi és webáruházi technikus lenne. Ez a kereskedő és webáruházi technikus szakirány, ez azokat a diákokat fogja majd elsősorban vonzani, akik érdeklődnek az online kereskedelem és a valódi hétköznapi kereskedelem iránt is, akiket érdekel az értékesítés, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, akik számára fontos, hogy egy bolt képe megfelelő legyen. Az online kereskedelem a fiatalok körében is nagyon népszerű, így az informatika oktatásra is nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni. A másik szakirány a kereskedelmi, ipari és kereskedelmi technikus. Ez az idegen nyelvű, ipari és kereskedelmi technikus szakirány azért nagyon lesz majd fontos, hiszen itt a német nyelv lesz a kiemelendő terület. A német nyelv fog majd a tantárgyi blokkban is megjelenni, nem csak az érettségi tantárgyaként. Ezen a német nyelvi szakterületen a diákok kapcsolatokat fognak építeni, nemzetközi kapcsolatokat fognak majd ápolni, pályázatokat, értékesítéseket, ügyintézést fognak folytatni, tehát a szakmai gyakorlatuk egy része is külföldön, Németországban is lehetséges. A harmadik irány, ez pedig a közgazdaság irány, amely egy picit ötvöződik az ügyvitelágazattal is. Ebben az ágazatban vállalkozási ügyviteli technikusokat fogunk majd ügyintézőket képezni.
a nevében is benne van, hogy a vállalkozás szakterületén a könyveléssel és egyéb számviteli feladatokkal is nagyon meg fognak ismerkedni, és mindent megismernek az ügyviteli adminisztrációs területen is. Az első nyílt napi találkozásunk november 23-án 3:49-tól 11 óráig lesz. Itt egy interaktív szakma bemutatóval egybekötött szülői és tanulói találkozást szervezünk. Megismertetjük az útvonalakat, az érdeklődési irányokat, a pályákat az érdeklődőkkel. A másik nyílt napunk pedig december 6-án lesz. A december 6-ai nyílt nap a tájékoztatókon kívül bemutató órákat, nyílt napi órákat is fog jelenteni az érdeklődő tanulók számára. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Eszterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium standja előtt állunk, ahol Klics Ildikóval fogunk beszélgetni. Milyen képzési formákkal várják az ide érkező tanulókat? Több képzési formánk is van. Egyrészt van a technikumunk, amelyben fodrás, sport, szociális, erős áramú gépésztechnikusokat várunk. Ez egy 5 éves képzés, és az az előnye, hogy 5 év alatt ugye érettségit is kap, technikusi bizonyítványt, sőt, ez a technikusi vizsga, ez egy emelt szintű érettséginek felel meg, és egy egyenes út vezethet a megfelelő ágazatba az egyetemekre, és nem kell felvételt így az egyetemen végezniük. Várjuk a 3 éves képzésre a szakképző iskolába a tanulókat. Itt villanyszerelő, hegesztő, szakács, pincér, vendégtéri szakmunkás, ipari gépész, épületszerkezet lakatos és szárszámkészítő szakmákat indítunk. Illetve van egy orientációs képzésünk, amely azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik nem tudják, hogy mi szeretnének lenni. 1 év alatt több szakmát megismernek, és akkor kiválaszthatják, hogy melyik szakmára mennek utána. Itt például kipróbálhatják a hegesztő, az asztalos, a szakács, a pincér, a villanyszerelés, tehát minden, ami a 3 éves képzésünkben benne van, azt egy kicsit megmutatjuk, és akkor eldöntik, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek. Illetve van a szakiskolai képzéseink, ami kimondottan esenis tanulóknak indítunk, 1 év előkészítő, és utána pedig szakácssegédek, illetve lakástextilkészítők lehetnek. Jövő héten, november 20-án tartunk egy nyitott tanműhely címmel egy nyílt napot, ahol a tanműhelyeinket nézhetik meg, tehát az előbb említett képzések kiegészülve az autószerelővel, ami most gépjármű mechatronikai technikusnak hívják, ők a 2 éves képzés az érettségizőknek ajánljuk. Megújul a szakképzés. Technikum, a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Szakképzőiskola, a szakmád mestere leszel. 3 éves képzés, az első évben ágazati ismereteket szerzel, 9. évfolyam után választhat szakmát, a szakképzőiskolából 9. után a technikumba is átmehetsz. 10. és 11. osztályban duális képzés, vállalatoknál, vállalkozóknál tanulhatsz. Ösztöndíj mindenkinek, aki a szakképzésben tanul. A szakképzés a jövő lehetősége, évelete is. Itt állunk a Szekszárdi Szakképzési Centrum első István szakképző iskolájának standja előtt, és most pedig Sárosdi Bernadetthez, az iskola tagintézmény vezetőjéhez fordulok, és kérdezem, hogy milyen képzéseket kínálnak idéntől a diákok számára. Iskolán 2 féle képzési utat kínál a 8-os diákok számára. Egyszer kínáljuk a technikumi képzést, ami egy 5 éves képzés, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló képzési lehetőség, hiszen 5 év alatt érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget fognak szerezni a diákok. Nálunk az idén magasépítő technikusnak tudnak jelentkezni, és viszonylag egy kis csoportot tudunk így beindítani, ezzel is egy jó lehetőséget kínálva a diákoknak, hogy valóban egy piacképes értékes szakmát kapjanak, és ma tudjuk, hogy az építőipari szakmákra nagyon nagy a kereslet, és
És ezért azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy piacképes szakma. A szakképzésben jelentkezőket pedig többféle szakmával tudjuk megkínálni, többféle szakmát tudunk számukra kínálni. Vannak építőipari szakmáink, fémipari szakmáink, illetve szociális szolgáltatásban. Az építőipari ágazatban amilyen szakmákat kínálunk, azok a következőek. Köműves, festőmázoló, tapétázó, szárazépítő, illetve az ács szakmákat. A fémes szakmák közül hegesztőnek, épület- és szerkezetlakatosnak, gépi és CNC forgácsolónak tudnak hozzánk jelentkezni, illetve lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlom a szociális ágazatba, a szociális ápoló és gondozó szakmát. Mikor lesz az iskolában a nyílt nap? Január 7-én kerül erre sor, 13 óra 30-tól. Rendben. Azt kérdezném még, hogy milyen szakmák iránt érdeklődtek leginkább a diákok ezen a pályaválasztási kiállításon? Hát nagyon-nagyon örülök, mert az építőipari szakmák iránt azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, így többen a köműves, a festő, illetve az ács szakmát, és a technikusi, magas építőtechnikusnak is nagyon nagy az érdeklődés. A lányok pedig örömmel látom, hogy szociális ápoló és gondozó iránt is nagyon érdeklődnek. Szakképzőiskola lévén mi a szakiskolai képzéseink is vannak, amik a részszakképesítést tudnak biztosítani, hogyha elvégzik a tanulók a 2, illetve 3 évet. Itt részszakképesítéseket tudunk a tanulóknak kínálni, parkgondozót és szobafestőt. Illetve az idei évben sikerült egy pilot programba becsatlakozni, erre pedig azért volt lehetőségünk, mert egy nagyon jó tantestülettel és kiváló szakmai tudással birtokában áll az iskola. Egy orientációs évfolyamot is tudtunk indítani. Az orientációs évfolyamba azon tanulók jelentkezését várjuk, akik alapkompetenciáikba kissé hiányosak, illetve speciális igényű tanulókat várunk. Itt állok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolájának standja előtt, és most pedig az iskola igazgató helyetteséhez, Németné Márton Renátához fordulok, és kérdezem, hogy milyen képzéseket kínálnak idéntől az iskolában. A következő tanévben, szakképzőiskolai képzésekben cukrászt, kereskedelmi értékesítőt, épület- és szerkezetlakatost, valamint hegesztőképzést tudunk kínálni a hozzánk jelentkezőknek. Melyek iránt van a legnagyobb igény? Hogy tapasztalják most itt a kiállításon? Nagyon sok érdeklődő volt a cukrász, illetve a kereskedelmi értékesítő iránt. Egy picit talán itt a szekszárdi pályaválasztási kiállításon egy icipici hátránnyal indulunk, hogy mi Dunaföldvári iskola vagyunk, de nagyon sokan érdeklődtek ennek ellenére iskolánk iránt, és akár meggondolják azt, hogy egy picit hosszabb utazással, de mégis eljönnek hozzánk, megnézik majd a nyíltnapunkat. 3 éves mindegyik képzésünk. A hegesztő, illetve az épület és szerkezetlakatos, azt gondolom iskolánk fennállása óta folyamatosan benne van a képzési kínálatunkban, rengeteg ilyen irányú szakképzésre rendelkező ballagot már el tőlünk, és találta meg aztán a helyét a munkavilágában. Ezt továbbra is fenntartjuk, és minden évben ezt kínálni tudjuk a tanulóinknak. 3 évvel ezelőtt kezdtük el a vendéglátás területet egy picit felfejleszteni, és akkor került be a cukrász képzése a kínálatunkba. Én azt gondolom, hogy ez iránt is nagy a kereslet ott a mi környékünkön. És a kereskedelmi értékesítő, ugye az eladó képzés, ugye ami régen eladóképzésnek hívtak, az most egy újként, régi újként került vissza a mi kínálatunkba, mert volt már nálunk, csak egy pár év kihagyással most ismét tudjuk indítani ezt a képzést. Hogy látják azok, akik kikerülnek az iskolapadból, milyen eséllyel indulnak a munkaerőpiacon? Azt gondolom, hogy egészen jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, és ezért tartanám azt fontosnak, hogy a szakképzésbe ne csak a gyenge tanulók merjenek jelentkezni, jöjjenek a jó képességű tanulók is, mert egy szakmával ténylegesen jó helyet találnak maguknak a munkaerőpiacon, és nem kevés keresettel tudnak aztán az életben boldogulni. Akik érdeklődnek ezen szakmák és az iskola iránt, mikor nézhetik ezt meg, mikor lesz a nyílt nap? 2 nyílt napunk lesz, november 19-én kedden 8 órától lesz az egyik nyílt napunk, majd december 3-án kedden szintén 8 órától fogjuk tartani a másik nyílt napunkat, és minden érdeklődőt szeretettel várunk. Megújul a szakképzés. Technikum, a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
Szakképzőiskola, a szakmád mestere leszel. 3 éves képzés, az első évben ágazati ismereteket szerzel, 9. évfolyam után választhat szakmát, a szakképzőiskolából 9. után a technikumba is átmehetsz. 10. és 11. osztályban duális képzés, vállalatoknál, vállalkozóknál tanulhatsz. Ösztöndíj mindenkinek, aki a szakképzésben tanul. A szakképzés a jövő lehetősége, évelete is. Itt állok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Percelmor szakképző iskolája és kollégiuma előtt, és itt a gyakorlati oktatás vezetőhöz fordulok, Werdernél Szőcs Gyöngyihöz, akik Bonyhádról érkeztek, és kérdezem, hogy milyen képzési palettával kínálják meg az érdeklődő diákokat a technikumon belül. Iskolánkban technikumi és szakképző évfolyamokat fogunk indítani. Az új szakképzési stratégia keretében a technikum 5 éves képzést fog jelenteni a diákoknak, akik először érettségiznek, aztán az érettségi után a szakmai érettségivel egy szakképesítést is szereznek, ami egy 5-össel kezdődő OK és szakmát fog takarni. Ezzel a szakképzéssel egyetemre, főiskolára is mehetnek. A technikumon belül a hagyományos pénzügyi számviteli ügyintézői képzést fogjuk indítani. Ezen kívül 2 informatikai képzést, az egyiket úgy hívják, hogy infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus, a másikat pedig informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusnak. Ezen kívül még épületgépész technikust és könnyűipari technikus képzést szándékozunk indítani. Emellett a szakiskolai képzés is nagyon keresett iskolánkban. A szakiskolai tanulók 3 évet tanulnak, 1 évig tanműhelybe járnak, utána pedig külső gyakorlati helyen teljesítik ezt. A külső gyakorlati helyen már tanuló szerződés helyett munkaszerződéssel fognak várhatóan a tanulók dolgozni. Ezzel is próbálják meg az ösztöndíj mellett ösztönözni arra az embereket, hogy egy jó szakma manapság lehet, hogy többet ér, mint egy diploma. A szakmunkás képzésben asztalos, központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő, kárpitos, szerkezetépítő és szerelő képzéseket indítunk. A nyílt napunk november 28-án, csütörtökön lesz, Bonyhádon az iskolánk épületében, ami a központban található a Széchenyi tér 18-ban. Reggel 8 órakor kezdünk. Egy tájékoztató után mindenki meglátogathatja a szakmai órákat, a tanműhelyeket is. Várunk minden érdeklődő tanulót, és természetesen a szüleiket is. Itt állok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter szakképző iskolája és kollégiumának standja előtt, most pedig Fúrján Katalinhoz, az iskola általános igazgatóhelyetteséhez fordulok, és kérdezném, hogy milyen képzési palettával kínálják meg az érdeklődőket, milyen képzések fognak indulni? Elsősorban szakképző iskolaként 9 szakmát kínálunk a 2020-21-es tanévre vonatkozóan a hozzánk jelentkezőknek, az érdeklődőknek. Ez a 9 szakma a következő területekből áll és adódik. Az építőipar területén a köműves, illetve a festőmázoló tapétázó szakmát tudjuk kínálni. Az elektronika területén az elektronikai műszerész szakmát. A vendéglátás tekintetében a szakácsot, a panziós fogadós szakmát, illetve a kínálatunkban természetesen ott van a vendégtéri szakember, mint szakmakínálat. Ezen kívül az élelmiszeripar területéről a pékcukrászképzést, és a fémipar, ami egy nagyon-nagyon hangsúlyos terület a mi iskolánkban, területéről pedig a hegesztő szakmát. Tehát, mint mondtam, mi elsősorban szakképzőiskola vagyunk, de természetesen a technikusi képzést választóknak is van 3 ajánlatunk. Ez a 3 ajánlat pedig a következő: az elektronikai technikus, a kereskedő, illetve webáruházi technikus, ezen kívül természetesen a vendégtéri szaktechnikus. És az előbb kifelejtettem a szakképzési szakmakínálatunkból a kereskedelmi értékesítő szakmát. Szóval mindenképpen a szakképzés tekintetében azokat várjuk, akik egy jó szakmát szeretnének 3 év alatt szerezni, de természetesen azoknak is szeretnénk lehetőséget kínálni, akik a technikusi képzésben az érettségi és a szakmatanulás előnyeit egyben 5 év alatt szeretnének
szeretnék letudni. Mikor lesznek a nyílt napok az iskolában? Nagyon szerencsés számunkra ez a pályaválasztási szexárdi kiállítás, hiszen ezt követően a jövő héten, azaz november 21-én és 22-én 8 és 12 óra között várjuk tanműhelyi bemutatóval, interaktív játékos feladatokkal, egy általános tájékoztatóval a minket választókat, illetve a nagy közönséget, az érdeklőket, de akinek mindezt nem sikerül megtennie, és még bizonytalan, annak módot és lehetőséget biztosítunk január 10-én is erre a lehetőségre. Az iskolától 300 méternyire található a 60 fős kollégiumunk, ami azt gondolom, hogy mai viszonylatokban egy jól felszerelt, korszerű épületnek, illetve szolgáltatást nyújtó alapbázisnak számít. Megújul a szakképzés. Technikum, a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Szakképzőiskola, a szakmád mestere leszel. 3 éves képzés, az első évben ágazati ismereteket szerzel, 9. évfolyam után választhat szakmát, a szakképzőiskolából 9. után a technikumba is átmehetsz. 10. és 11. osztályban duális képzés, vállalatoknál, vállalkozóknál tanulhatsz. Ösztöndíj mindenkinek, aki a szakképzésben tanul. A szakképzés a jövő lehetősége, évelete is. A Szekszári Szakképzési Centrum vendéglátó szakképző iskola pultjánál állunk. Nagy Imre iskolaigazgatótól kérdezem, hogy milyen képzési formákkal várják a diákokat. Jó napot kívánok! Először is a vendéglátás turizmus iránt érdeklődő tanulókat várjuk szeretettel iskolánkban. Újdonság az iskolánkban a turizmus, turisztikai technikus. Ebben a képzési formában 2 osztályt is szeretnénk indítani. Az egyik az egy normál 5 éves technikumi képzés, a másik pedig egy technikumi képzés 5 éves, de ezt megelőzi egy nyelvi előképző osztály, előkészítő osztály, amit angol nyelven szeretnénk majd végeztetni a tanulóinkkal, és ezzel az a szándékunk, hogy ebben a turizmus, turisztikai technikus szakmában a kimenetnél számítani fog majd a nyelvvizsga, és ezzel is szeretnénk segíteni a tanulóinkat a nyelvvizsga megszerzéséhez. Aztán még technikumban indítunk 3 teljesen megújult szakmát a vendéglátás területén. Erre a megújításra azért volt szükség, mert a vendéglátó helyek, vendéglátó egységek, tehát a kimenetnél nagyon fontos az, hogy modern tudással rendelkezzenek a tanulóink, hogy megfeleljenek a 21. század követelményeinek, tehát egy 5 csillagos szállodában megállják a helyüket, vagy egy ennek megfelelő rangú étteremben mondjuk. Ezért megújítottunk országos szinten megújult 3 szakma, az egyik az a vendégtéri szaktechnikus, a másik a cukrász szaktechnikus, a harmadik pedig a szakács szaktechnikus. Az első 2 évben egyébként általános képzésben részesülnek a tanulók, tehát tulajdonképpen ott még mindig választhatnak, hogy melyik irányba mozdulnak aztán tovább, tehát mindennel megismerkednek, minden területtel megismerkednek egy kicsit, és akkor nagyobb rálátásuk van arra a diáknak is, kollégának is, hogy a tanulónak éppen melyik áll közelebb az egyéniségéhez, tehetségéhez. Továbbá 3 szakképző osztályt is szeretnénk indítani, ezek a hagyományos szakmák nálunk, a pincér, szakács, cukrász, ezek 3 éves képzések, igaz, most már a pincért úgy hívják, hogy pincér, vendégtéri szakember, ezek szokásos 3 éves képzések, és itt még lehetősége van a tanulónak arra, hogy esti képzésben érettségét szerezzen 2 év alatt, tehát tulajdonképpen a továbbtanulás neki sem lezárt ezzel a 3 éves tanulással. És akkor a nyílt napokról beszélünk, hogy mikor lesznek, és hogy mit fog történni? A nyílt napunk az december 7-én lesz, hasonló tematikával, és lesz egy ráadás nyílt napunk, ez január 10-én, ami szintén vezetői tájékoztatóval kezdődik, de itt a tanórákra mehetnek be, és válogathatnak a tanórák között, és leülhetnek, megnézhetik, hogy milyen nálunk egy képzés, akár legyen az elmélet, vagy gyakorlati óra. Tehát azt hiszem, hogy így lesz teljes a kép az iskoláról.